Már a parlament előtt van a jövő évi büdzsé tervezete, az ellenzék szerint választási költségvetést írt a kormány. Nem mondott kapásból nemet a Lex-CEU módosítására Orbán Viktor, szerinte Trócsányi László dolgozik az ügyön. A parlamentből és a képviselői irodaházból is kitiltotta a Fidelitas 6 munkatársát Kövér László. És Szocsiban találkozott egymással Merkel és Putyin, a német kancellár 2 év kihagyás után utazott Oroszországba. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor, köszöntöm Önöket! Igazságtalannak tartják a jövő évi büdzsé tervezetét az ellenzéki pártok. Az MSZP és a Jobbik is úgy látja, hogy a költségvetés nem hoz majd rendszer szintű előrelépést, mert a benne szereplő intézkedések csak a közelgő választási győzelemről szólnak. Varga Mihály ugyanakkor a munkából élő költségvetésének nevezte a tervezetet. A korábban megszokott bőrtáska most nem volt része az ünnepélyes átadásnak, helyette nemzeti színű szalaggal átkötött mappában és pendrive-on nyújtott át a 2018-as költségvetést Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Kövér László házelnöknek. Előnyt tartalmaz mindannyiunk számára is. Végül nem azt a törvényjavaslatot terjesztik a parlamenteri, ami 3%-os hiánnyal számol. A kormányzat jövőre 2,4%-os államháztartási hiánnyal kalkulál. Ez bőven meghaladja a tavaly unió felé vállalt 1,8%-os hiányt. Varga Mihály azt mondta, hogy jövőre mindenre több pénz jut, az egészségügyre 102 milliárd forinttal, az oktatásra 87 milliárd forinttal, a nyugdíjakra 287 milliárd forinttal jut majd több. Az otthonteremtési kedvezményre 226 milliárd forintot különít el a költségvetés, amiből 15 ezer lakás is épülhet majd. A nemzetgazdasági miniszter a jövő évi költségvetést a munkából élők büdzséjének nevezte. Egy kis lépés előre minden magyar állampolgár számára. Ez a költségvetés egy gazdasági növekedésre épül, ez a költségvetés csökkenő közterhekre épül, ez a költségvetés tehát megteremti a lehetőséget arra, hogy egy picit mindenki előrébb tudjon lépni. A kormány szerint nem választási büdzsé készült 2018-ra, de az ellenzéki pártok ezt máshogy gondolják. Választási költségvetés nyújtott be. A Jobbik szerint ez a választási költségvetés nem alkalmas arra, hogy valóban támogassa a magyar gazdaság fejlődését. Rendszer szintű előrelépést nem mer az Orbán kormány meghozni. Megmarad a 27%-os uniós rekorder áfa. Továbbra is hiányoznak egy mérhető és a kivándorlást lassító otthonteremtési program elemei. Megmaradnak az Orbán kormány exotikus adófajtái, és megmarad a bankok, illetve pénzintézetek simogatása is. Az MSZP frakcióvezető helyettese az Egyenes Beszéd című műsorunkban azt mondta, hogy igazságtalan ez a költségvetés, ugyanis ez így nem a gazdaságpolitika vörös fonala. Ez egy adminisztratív aktus, leírják, hogy ennyi lesz a bevétel, ennyit fogunk elkölteni, de igazából semmi nem fog történni az országban strukturálisan. Május 18-áig lehet módosításokat benyújtani, a parlament június 12-én fogadhatja el a költségvetést. Egyre több részlet derül ki a 2018-as költségvetésről. Jövőre például 75 milliárd forintra emeli a kormány a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra elkölthető összeget, ami 750-szerese az idei keretnek. Ez a pénz nagyjából kétszerese annak, mint amennyiből például a teljes országos mentőszolgálatot működtetjük. Többet költenek majd kommunikációra is. A Rogán Antal vezette miniszterelnöki kabinetiroda 5 milliárddal nagyobb összegből gazdálkodhat. 2018-ban 20 milliárd jut a kormány üzeneteinek kommunikálására. Az államigazgatásban sem lesz drasztikus költségcsökkentés, mindössze 4 minisztérium csökkenti a kiadásait jövőre. Orbán Viktor nem mondott kapásból nemet a civil törvény és a Lex-CEU érdemi módosítására. A miniszterelnök az ATV főmunkatársának azt mondta, először meghallgatja Trócsányi László igazságügyminiszter véleményét. Orbán Viktor a múlt héten Brüsszelben a Lex-CEU kapcsán még cáfolta, hogy sérülne a tanszabadság vagy más uniós alapjog. Az ellenzék szerint Orbán Viktor megbukott Brüsszelben. A Fidesz frakció vezetője szerint viszont a miniszterelnök megvédte Magyarországot. Nemrégiben Orbán Viktor magával víve a kötvénypápa Rogán Antalt kiment Brüsszelbe,
A Jobbik elnöke szerint a miniszterelnök leszerepelt az Európai Parlament előtt, nem tudta képviselni Magyarország érdekeit. Vona Gábor azt mondta, lehet győzelemként értékelni Orbán Viktor szereplését, csak ez nem igaz. Orbán Viktor nem pontozásos, hanem kiütéses vereséget szenvedett. Lehet persze a híradásokban azt mondani, hogy ez egy győzelem volt, de ha valaki elolvassa az Európai Néppártnak a közleményét, az önök pártcsaládjának a közleményét, akkor abból nyugodtan le lehet szűrni a következtetést. Orbán Viktor nem a szőnyeg szélére állították Brüsszelben, hanem a sarokba térdepeltették le. A miniszterelnök sikeresen védte meg az országot. A Fidesz frakcióvezetője szerint nem csak a Magyarország elleni támadás vallott kudarcot, hanem az a kísérlet sem jött össze, hogy megosszák az Európai Néppártot, ugyanis fel sem vetődött a Fidesz kizárása. Ettől a Jobbiktól többet vártunk, ehhez képest a néhány liberális képviselő az Európai Parlamentben szolidabban fogalmazott. Közben Orbán Viktor nem mondott nemet az ATV.hu-nak arra a kérdésére, hogy érdemi módosítást végrehajtaná-e a Lex CEUN, akár az amerikai egyetemi kampuszt is beleértve. A miniszterelnök a civil törvény érdemi módosításával is várja az igazságügyi miniszter véleményét. Igen. Igazságügyi miniszter dolgozik rajta. És a Lex CEUN? Azon is. Lehet szó, hogy de önnek mi a véleménye? Megvárom a miniszter előterjesztését. Az ATV.hu-nak sikerült megszólaltatnia az igazságügyi minisztert is. Trócsányi László megerősítette, egy hónap múlva ad Orbán Viktornak megvédhető jogi szakvéleményt a Lex CEU esetleges módosításáról. Szerinte rendkívül bizonytalan, hogy jogos-e az Európai Bizottság kifogása a CEU-t illetően. Az uniós jog területi hatálya ugyanis az unió területére terjed ki, a CEU pedig New Yorkban az EU-n kívül van bejegyezve. Az ellenzéki pártok többsége egyetért Gyurcsány Ferenccel abban, hogy a Fidesz jelöltjével szemben egy demokratikus ellenzéki jelölt kell, de az összefogást nem vele képzelik el. A DK elnöke a hétfői majálison hirdetett ellenzéki egységet. A pártok többsége azonban nem indulna közös listán Gyurcsány pártjával. Együtt fogunk működni. Valós viták vannak a demokratikus ellenzék között, de Orbán Viktor téved, ha úgy gondolja, ezek gátat szabnak az ellenzéki összefogásnak. Erről Gyurcsány Ferenc beszélt a DK majálisán. Minden választókerületben egy demokratikus ellenfele lesz Orbán Viktornak, ha törik, ha szakad. Az MSZP már régóta erről beszél Szakács László szerint. Hogy a többség ezt várja, hogy le lehessen váltani az Orbán kormányt, mi 4 hónapja semmi más nem mondunk, mint hogy egy igazán potens erőt legyen minden egyes választókerületben. Arra a kérdésre, hogy leülnének egy Gyurcsánnyal tárgyalni, a frakcióvezető helyettes azt mondta, nem az ő kompetenciája, hogy ezt eldöntse. Az együtt elnöke kizártnak tartja a közös listát. Azt tartjuk helyes megoldásnak, hogyha 2 lista jön létre, az egyik a régi elitet megtestesítő pártokból, MSZP-DK, a másik az úgynevezett új pólus pártjaiból. A saját miniszterelnök jelölttel rendelkező Párbeszéd azokkal akar együttműködni, akik a jövőről beszélnek. Az, hogy az egyéni jelöltek szintjén minden demokratikus ellenzéki párt között legyen egy együttműködés, abban a Párbeszéd is egyetért, de az, hogy közös miniszterelnök jelöltje lenne mondjuk egy DK-nak és a Párbeszédnek, az gyakorlatilag kizárható. A Momentum viszont semmilyen együttműködésre nem hajlandó. Mi 106 egyéni választókerületben fogunk 106 egyéni választókerületi jelöltet indítani. Mindig is ezt mondtuk, azt gondoljuk, hogy a saját víziunkat és a saját kormányprogramunkat, választási programunkat kell majd prezentálnunk és meggyőznünk a választókat, hogy ránk szavazzanak. Vona Gábor a Jobbik majálisán világossá tette, pártját csak gyengítené, ha bárkivel szövetségbe lépne. Így tett az LMP is, aki kongresszusi határozatban döntött a párt önálló indulásáról. A Publikus Intézet kutatásai viszont azt bizonyítják, a választók várnak egy olyan új erőre, amelyik érdemben le tudja váltani az Orbán kormányt. Van körülbelül 2 millió aktív bizonytalan szavazó, akinek a 2/3 kormányváltást akar, és keresi azt az erőt, akiben ezt megtalálhatja. Illetve vannak másik pártokban, például a Jobbikban is olyan szavazók, akik bármikor átszavaznak egy ilyen baloldali összefogásra. Pulai András elmondta, ahhoz, hogy egy párt önállóan vagy közös listán induljon, 27 egyéni választókerületben minimum jelöltet kell állítania.
Bár korábban csak a 2022-es választási győzelmet tartották reálisnak, most azt mondják, egy év is elég lehet ehhez. Ezt a Momentum elnöke mondta az Egyenes Beszéd című műsorban. Fekete Győr András az aláírásgyűjtés tapasztalatai és az utóbbi hónapok egyre növekvő támogatása miatt bízik a sikerben. Idén ősszel egyre több szakértőt szeretnének bemutatni a nyilvánosságnak, és nem csak fiatalokat. Nem mondunk le semmiről, ami 18-at illeti, viszont október 15-én majd egy kormányprogramot fogunk prezentálni Magyarországnak, és a következő hónapok erről a folyamatról is szólni fognak, ami a hazahozott tudás és a helyi megoldások programja lesz. Tehát ennek idő kell. Minden cégem, minden ügye abszolút rendben van, így reagált Bánki Erik, a Gazdasági Bizottság fideszes elnöke a vagyoni helyzetének gyakori változásaira vonatkozó kérdésekre. Az MSZP szerint Bánki Erik egy stróman, míg az LMP vagyonosodási vizsgálatot javasol. A Magyar Nemzet írt arról, hogy Bánki Erik, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának fideszes elnöke úgy vett 2013-ban 70 millió forintért részvényeket az azóta Mészáros Lőrinc érdekeltségébe kerülő Opimusban, hogy két évvel korábban még fele annyi pénze sem volt. Azt nem sikerült megtudni, hogy 2013-ban honnan volt 70 millió forintja az Opimus részvények megvásárlására, hiszen Bánki Erik 2012 és 2014 között európai parlamenti képviselő volt, és abban az évben nem készített vagyonnyilatkozatot. Minden egyes forint, amit befektetésekre fordítottam, az mind adózott jövedelemből, vagy a cégeimből, megtermelt jövedelemből, vagy a személyes jövedelemből származik, így az Opimus részvényekre költött pénzem is adózott jövedelemből származik. A Költségvetési Bizottság szocialista elnöke szerint nem stimmelnek Bánki Erik vagyoni ügyei. Mesterházi Attila figyelmét különösen az Opimus részvények befektetett 10 milliók keltették fel. Hát most ő vagy látnok, mert ugye akkor tett 70 millió forintot ebbe a cégbe, amikor ennek még a torka is véres volt ennek a cégnek, tehát sehol nem lehetett azt látni, hogy Mészáros Lőrinc felkarolja majd ezt a céget, és a fideszes média birodalom egyik úgymond égköve lesz. Tehát ő vagy látnok, tehát ilyen látó ember, vagy pedig stróman. Bánki Erik 2013-as vagyonbevallását azért lenne fontos ismerni, mert az választ adhatna arra, hogy miként nőhetett alig két év alatt csak nem 100 millió forinttal a képviselő vagyona. Persze arra sincs válasz, hogy 2015 és 2017 között miként csökkent 180-ról 103 millió forintra ez a vagyon. Az LMP szerint Bánki Erik esete is azt mutatja, hogy a következmények nélküli vagyonbevallások helyett a vagyonosodási vizsgálatok rendszerét kellene bevezetni. Készítünk elő egy javaslatot, és ebben az lesz, hogy az a vagyon elem, amelyik ott van egy képviselőnél, de nem vallja be, az szálljon át az állam számára. Azt gondoljuk, hogy ilyen esetekben ez lenne a megoldás arra, hogy máskor ilyen ne forduljon elő. Bánki Erik később azzal védekezett, hogy bár lehetősége lenne rá, ám a törvény nem kötelezi arra, hogy beszámoljon azoknak a betéti társaságoknak az eredményeiről, amelyekből jövedelme van. Minden cégem, minden ügye abszolút rendben van, mindent az aktuális jogszabálynak megfelelően teszünk meg. Mert nem vagyok erre kötelezett. Van-e más kérdésük, ami nincs, akkor szép és eredményes napot kívánok önöknek, viszontlátásra. A parlamentből és a képviselői irodaházból is kitiltották a Fidelitas 6 munkatársát. Kövér László, az országgyűlés elnöke határozatlan időre vonta vissza az aktivisták belépési engedélyét, akik matricákkal ragasztották tele a Jobbik néhány irodájának ajtaját. A fiatalokból álló pártszervezet az Index és a Hír TV szerkesztőségének tábláira is Simicska Lajos tábrázoló, illetve ez is az enyém feliratot ragasztottak. Két év kihagyás után utazott Angela Merkel Oroszországba. A német kancellár Putyinnal elsősorban az ukrajnai helyzetről és Szíriáról tárgyalt. A Krimmel kapcsolatban Merkel azt mondta, mindent meg kell tenni a tűzszünet érdekében. Két év kihagyás után újra Oroszországba látogatott Angela Merkel. A német kancellár Vladimir Putyinnal találkozott az orosz elnök Szocsiban található nyári rezidenciáján. A két ország kapcsolata akkor romlott meg, amikor Oroszország elfoglalta a Krím félszigetet. Angela Merkel azóta nem is járt itt. Természetesen beszélnünk kell a kétoldali kapcsolatokról és több problémás pontról is, például Ukrajnáról és Szíriáról, mondta Putyin a zárt ajtók mögött tartott megbeszélés előtt. Német kollégája is hasonló napirendet vázolt fel. A látogatás hivatalos indoka pedig az volt, hogy a két vezető egyeztesen a G20-ak találkozójáról. Oroszország ezen a fórumon tud találkozni a nemzetközi világ képviselőivel, miután kizárták a G8-ak csoportjából a Krím-félsziget annektálása miatt.
A két politikus jól ismeri egymást. Angela Merkel beszél oroszul, hiszen gyerekként a kommunista Kelet-Németországban nőtt fel. Putyin pedig beszél németül, a Dresdában töltött KGB-s éveknek köszönhetően. Meglepő volt, hogy a megbeszélés utáni sajtótájékoztatón Angela Merkel felszólította orosz kollégáját arra, hogy álljon ki az oroszországi melegek jogaiért. A rendőrség ugyanis május 1-én több melegjogi aktivistát tartóztatott le Szentpéterváron, akik a Csecsenföldön történt melegek elleni fellépések ellen tiltakoztak. A csecsen kormányt pedig megvédte az orosz vezetés, amikor azzal vádolták, melegeket bántalmaztak és tartóztattak le az országban. A kancellár a gyülekezési szabadság tiszteletben tartását is kérte Putyintól. Szó esett azokról a vádakról is, amelyek szerint Moszkva befolyásolta az amerikai elnökválasztások eredményét. Vlagyimir Putyin tagadta ezeket a vádakat. A német kancellár pedig azt mondta, nem fél attól, hogy az oroszok befolyásolnák a német szövetségi választásokat. Orbán Viktor rendszerében nincs nyílt és szabad demokrácia Emmanuel Macron szerint. A francia elnökválasztás centrista jelöltje a magyar miniszterelnökhöz és Vlagyimir Putyinhoz hasonlította szélső jobboldali ellenfelét. Közben Marine Le Pent azzal vádolják, plagizálta május 1-i beszédét. Egyszerre lejátszva jól hallatszódik, hogy ugyanazt mondja Marine Le Pen, mint François Fillon konzervatív jelölt. A politikus május 1-i beszédében emelte át a nemzeti identitásról szóló részeket, szó szerint a választások első fordulójából kihullott Fillon beszédéből. A két szöveg több ponton is egész bekezdésekben egyezett, Le Pent plagizálással vádolják. A Nemzeti Front vezető politikusai szerint azonban a szélső jobboldali elnökjelölt csak azt akarta megmutatni, ő az összefogás jelöltje, nem pedig egy párté. Egy perc és 20 másodperc az 1 óra és 20 percből. Ez egy kikacsintás volt Fillonnak, és ezt el is ismerjük. Ez a rész nem a programról szólt, hanem Franciaország identitásáról. Fillon beszédét nagyon meghatónak találtuk, ez előfordul, mondta a politikus kampánystábjának egyik tagja. Elemzők szerint Le Pen a választások második fordulójában maga mögött szeretné tudni François Fillon szavazóit, ezért használta beszédének egyes részeit. Közben Macron Orbán Viktorhoz és Vlagyimir Putyinhoz hasonlította ellenfelét. Egy interjúban azt mondta, mindannyian tudjuk, kik Le Pen szövetségesei, Orbán és Putyin, ezekben a rezsimekben nincs nyílt és szabad demokrácia. A centrista jelölt szerint Le Pen nacionalista politikája gazdasági háborúhoz, szenvedéshez és általános háborúhoz vezet. A legfrissebb közvéleménykutatások továbbra is Macronnak jósolnak győzelmet. A két jelölt közötti távolság ugyan csökkent, továbbra is 18%-kal többen szavazzanak a centrista jelöltre. 30-40%-kal kevesebb ápoló dolgozik a magyar kórházakban a szükségesnél. Ez pedig már a krízis helyzet határát súrolja a szakemberek szerint. Ezt állítja a Magyar Idők. Az egészségügyi intézmények egy része bérnővérek alkalmazásával próbál javítani a helyzeten, de ezt a szakemberek nem tartják teljesen biztonságosnak. Ő az, aki Németországba folytatja a munkáját, mert nem tudja kifizetni a tartozását. A fekete ruhás nővér több mint egy éve mutatta be kolléganőjét híradónknak. A folyamat azonban azóta sem állt meg. Az ápoló hiány lassan kezelhetetlenné válik az egészségügyben. Rengeteg ápolónő vállal másod-harmadállást takarítónőként, babysitterként, és sajnos nagyon sokan nem egyszerűen külföldre mennek, hanem az ágazatot hagyják ott, és egy jobb fizetés reményében például elmennek villamos vezető vagy bolti eladónak, ami nagyon sajnálatos. A Fenntartható Egészségügyért Egyesület alelnöke azt mondja, a kórházak saját képzések indításával vagy plusz juttatásokkal próbálnak ápolókat toborozni, nagyon nehezen. Az úgynevezett bérnővérek, vagyis a más egészségügyi intézményekből munkaerő kölcsönzéssel kiközvetített dolgozók alkalmazása pedig Bobek Fanni szerint tartogat kihívásokat. Mert ugye egy olyan ápolónő, aki korábban máshol dolgozott, nem feltétlenül ismeri az adott helynek a mindennapi gyakorlatát, nem tudja, hogy mi hol van, mi a rend, mit hány órakor szoktak csinálni. 4-6 millió forint megtakarítást eredményezem X kollega alkalmazásával. Az egészségügyi szakdolgozói kamara elnöke szerint a bérnővérek alkalmazása a költségek miatt régi gyakorlat. Ám ha minimális feltételeket is így biztosítja egy kórház, akkor az nem elfogadható. Balogh Zoltán azt mondja, az ápolóképzés erősítésénél is fontosabb, hogy az egészségügyi szakdolgozók fizetése mihamarabb emelkedjen, mert a tavalyi ágazati béremelést gyakorlatilag eltüntette a minimálbér és a garantált bérminimum emelése. A mostani helyzetet egy krízis helyzetnek érzékeljük, és azt mondjuk, hogy igenis ezt idő előtt, tehát november 1 előtt már jóval meg lehetne oldani úgy, hogy egy előrehozott béremelés intézkedéssel ezeket a fajta összecsúszásokat már lehetne az egészségügyi ágazatban kezelni. A
szakdolgozói kamara elnöke azt mondja, egy előrehozott 12%-os emeléssel kezelhető lenne a mostani krízishelyzet. Már az első meccs után eldőlni látszik a Bajnokok Ligája elődöntő egyik párharca. A Real Madrid ugyanis hazai pályán Cristiano Ronaldo mesterhármasával 3-0-ra verte az Atletico Madrid gárdáját. A királyi gárda az első perctől kezdve magához ragadta a kezdeményezést, és már a 10. percben megszerezte a vezetést Ronaldo fejese révén. Ezután is kézben tartotta a meccset a Real, de a következő gólra a 75. percig kellett várni. Ebben a találatban a szerencse is közrejátszott. A kegyelemdöfés a 86. percben érkezett. Egy kontratámadás után Ronaldo ajtó-ablak helyzetben nem hibázott. A visszavágó jövő szerdán lesz. Ez volt a Híradó 6 órakor, most pedig indul a Start Krug Emiliával és Kárász Róberttel. Szia Robi, milyen témákkal indítjátok a napot? Jó reggelt, Anna, szia, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Már is mondom, de természetesen az adásunknak egy részéből emelnék csak ki néhány fontos vendéget, és természetesen ez az első felére, az első harmadára lesz majd érvényes. Emilia, hogyha elkészül a sminkszobában, hogyha szépen elkészítik, megcsinálják a frizuráját is, és megérkezik ide az ATV Start stúdiójába, akkor vendégül látjuk elsőként az LMP frakció vezető helyettesét, Smuk Erzsébetet. Aztán a bérnővérek enyhítik, vagy bérnővérekkel enyhítik, elnézést, úgy látszik ettől a gondolattól egész berekedtem, az ápoló hiány Magyarországon. Tegnap az egyik országos napilap foglalkozott egyébként ezzel az üggyel, emlékszem rá, hogy mi ki is emeltük a vendégünknek, és ezzel kapcsolatban a szerkesztők döntöttek úgy, hogy ma meghívnak egy szakavatott embert, aki majd elmondja, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban. Eisenhower-né Fördös Andrea lesz majd a vendégünk ezzel a témával kapcsolatban. Amire szerintem nagyon-nagyon sokan várnak, az Tarlós István főpolgármester úr. Hát az elmúlt napokban azt hiszem, hogy összegyűjtöttek ők is, és mi is jó pár olyan ügyet, amire szeretnénk megkapni a megfelelő választ. Hát itt most mondhatnánk azt, hogy a BKV dolgozóinak a béremelése, aztán majd az önkormányzati dolgozóknak a leendő béremelése, az Árpád-fejedelem úti buszsávnak a megszüntetése, mindegy, nem sorolom tovább, mert rengeteg kérdésünk van Tarlós István főpolgármesterhez, illetve az is, hogy majd 2019-ben most vállalná esetleg a főpolgármesteri indulást a tekintetben, annak függvényében, hogyha megszűnnének a kerületek. Figyelőnek adott egyébként ezzel kapcsolatban interjút. És akkor még egy téma, még egy vendég, az MSZP gazdaságpolitikusa Burány Sándor érkezik majd Emiliához. Figyelj, Anna, ugye mindig szoktam mondani, hogy elmondom a többit később, úgyhogy most is ezt fogom mondani, hogy a többi vendéget majd elmondjuk később. Így van, köszönöm szépen. Most tehát ezekkel a témákkal indul a Start. Én friss hírekkel legközelebb 7 órakor várom önöket, addig is legyen szép a reggelük, viszontlátásra.